De azért szeretném mondani, hogy a világban miről a legkönnyebb felismerni az elnyomókat. Egyébként 12-12 tulajdonságuk van az elnyomóknak, illetve a szociális embereknek, tehát mind a kettőnek 12-12. És onnan lehet leginkább felismerni, hogy van két dolog, a 12-ből kettő. Az egyik az, hogy az antiszociális személy az nem támogatja a másik személyt abban, hogy fejlődjön, tanuljon. Oké? Ez az egyik. Hanem mit csinál? Ellenzi. Jó? Tehát ellenzi. A másik fontos, hogy nem támogatja az olyan szervezeteket, amelyik az ember, vagy szervezetet, vagy szervezeteket, akik az ember jobbulását, fejlődését segítik elő. Hát akkor mit csinál? Kirohan ellenük. Szídja őket. Itt ott, ahol csak tudja. Oké? Tehát ez a két legfőbb dolog, amiről egy emberről akár simán megállapított, hogy elnyomó. Érted? Pedig még lenne további 10 tulajdonság. És ez a két tulajdonság ott van annál az egyénnél. Akkor onnantól kezdve az az egyén az elnyomó. Jó, tehát ez a közvetlen környezetben tudod ezt ugye meglátni.